Történelmi sikerként értékelik a szurkolók a Volán osztrák ligában szerzett ezüstjét, de a játékosokban azért még benne van kicsit a Salzburg ellen elvesztett döntő keserűsége is. Jelenleg egy kicsit még negatív élmény van bennünk a döntő után, ugye, mert azért küzdöttünk egész évben, hogy felemelhessük azt a kupát. Majd valószínű, hogy pár héttel később, amikor már ugye az ember egy kicsit távolabbról tekint vissza, akkor egy pozitív élményként fogja fel az egészet. Az ezüsttel véget érő menetelésben sokaknak megvolt a szerepe, korábban nem tapasztalt egységben működött a csapat, és legalább ilyen fontos volt a szakmai segítség, amit a játékosok az edzői stábtól kaptak. Kiemelném az edzők munkáját, hogy nagyon alaposan felkészítettek bennünket az egész szezon során. Elkezdtük augusztusban, tényleg beültünk az iskolapadba, és a taktikát azt ott kezdtük el, és utána vettük át jégen. Majd szépen mérkőzésről mérkőzésre meg is tanultuk ezt, és nem végső sorban a csapatot emelném ki, hogy mindenki nagyon jól kijön a másikkal, és mindenki egy irányba húzott. Azok a játékosok, akik nem kaptak annyi lehetőséget, nem játszottak annyit, ők is pozitívan álltak az egészhez, nem háborogtak, és egy győztes csapathoz egy ilyen mentalitás kell. A klub után pedig mostantól a válogatottra koncentrálhatnak a fehérvári hokisok, hiszen a Divízió 1-es világbajnokságon a magyar válogatott ismét harcba száll, hogy bejusson a világelitet jelentő A csoportba. Ez a világbajnokság ugye egy kicsit más lesz, mivel az oroszokat és a fehér oroszokat diszkvalifikálták az A csoportos világbajnokságról, így a franciák és az osztrákok, ha jól tudom, akkor feljutottak az A csoportba, és hozzánk csak egy csapat jön lentről, tehát négy mérkőzést fogunk így csak játszani, és az első két helyezett fog feljutni, úgy, ahogy ez eddig is volt. Nem hiszem, hogy nagyon nagy különbség lenne a többi évhez képest, maximum annyi, hogy sokkal nagyobb esélyünk van megszerezni ezt az első két hely egyikét. A ljubljanai VB-n a mieink május elején játsszák majd első meccsüket, a Hidrofehérvár AV19 válogatott játékosai jövő héten kapcsolódnak be a felkészülésbe. Április 19-én kedden a szlovénok ellen Fehérváron játszik edzőmeccset a magyar válogatott.